Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai témánk a szarvasmarha állomány támogatási rendszerének növelése, amelyről nemrégiben számolt be Fazekas Sándor, a szaktárca minisztere. Vendégem pedig Papp Gergely, a Fejér megyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgató helyettese. Üdvözlöm. Jó napot. Ez egy rendkívül fontos lépcső, mondhatjuk, hiszen a túligénylésre való tekintettel írják a közleményben, az elkülönített mintegy 20 milliárd forint helyett 552 szarvasmarhatartó telep kérelmét pozitív elbírálásban részesítette a miniszterelnökség a vidékfejlesztési program keretében, és ezért 29,6 milliárd forintot kapnak a szarvasmarha tenyésztők. Ez egyharmaddal több, azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk, bár vannak rossz nyelvek, akik azt mondták, hogy még ez sem elég. De beszéljünk arról, hogy mi tette lehetővé, hiszen a vidékfejlesztési program kiemelten, főleg itt a Mezőföld szívében fontos számunkra. Az a helyzet, hogy most értünk el a vidékfejlesztési programba odáig, ugye a tavalyi évben megjelentek ezek a kiírások, be lehetett adni a pályázatokat, és most értünk el odáig, hogy az értékelések megszülettek, lehet látni, hogy milyen pályázatok érkeznek be. Összesen 70 milliárd forint volt az, ami kiírásra került a különböző állattenyésztési ágazatoknak, ebből 20 milliárd volt elkülönítve a szarvasmarhára. A beérkezett pályázatok alapján úgy döntött az irányítóhatóság, hogy annyira jó pályázatok érkeztek be, annyira érdemes ezeket támogatni, hogy végül is megemelték a keretet, és valóban az eredetileg tervezett 20 milliárd, 29,6 milliárd forintnyi támogatással kapcsolatosan mentek ki a jóváhagyó végzések. Ugye majd itt az még, hogy maga a támogatás kimenjen, azért ahhoz még először meg kell majd ezeket a beruházásokat valósítani, hiszen itt ugye egy ilyen telepkorszerűsítési támogatásról beszélünk. De egyébként csak érdekességképpen mondom, hogy a sertésnél is többet ítéltek oda, ott ugye már ugyancsak megszülettek a támogatói döntések, és ott is az előre tervezett 20 milliárd helyett végül 24,6-ot vagy 25 milliárd körüli összeg az, amit megítéltek a pályázóknak. Rendkívül fontos, ugye a közlemény úgy fogalmaz, hogy nagyszerűek voltak a pályázatok, és a vártnál több érkezett be, tehát pozitív elbírálás alá esnek. Mitől jó egy ilyen pályázat? Mit jelent ez a köznapi ember nyelvén, hogy egy pályázat jó arra, mire beadják? Igen, először is ott kell kezdeni, ahogy ön is említette az a bevezetőben, hogy sohasem elég. Tehát, hogy ugye ezekből a fejlesztési pénzekből sohasem elég, mindig el tudnánk még többet költeni. És itt az volt a kérdés, hogy azok a pályázatok, amik beérkeznek, azok megütik-e azt a színvonalat, amit előírnak. Tehát, hogy valóban olyan projektek érkeznek be, amit érdemes támogatni, valóban láthatóan a pályázónak az a célja, hogy ő egy fejlesztés eredményeképpen egy korszerű telepet hozzon létre. És az irányítóhatóság úgy döntött, hogy itt olyan pályázatok érkeztek be, hogy érdemes több keretet ide átcsoportosítani. Látni kell, hogy ugye itt egy olyan játékról van szó, hogy az összes pénz, amit el lehet költeni a vidékfejlesztési programba, azért az egy meghatározott összeg. Tehát nyilván ez azt jelenti, hogy majd lesznek olyan kihírások, ahol meg valószínűleg egy kicsit kevesebb megy ki, mint amit előre terveztek. Essék szó arról is, hogy nyilvánvaló, kérdeztem öntől még a műsor elején, hogy mind a tejhasznú, mind pedig a húságazat, a húsmarha tenyésztők is ilyen értelemben rászorulnak a támogatásra, és hogy ez nem tesz különbséget. Viszont itt nekünk kéne különbséget tenni, mert hogy nagyon is jól tudjuk, hogy a tejágazat nagyon nagy bajban volt az elmúlt három esztendőben, kezdve az orosz piac megszűnésével, a kínai piac gyengülésével, kezdve a különböző hamisított tejek megjelenéséig, az áfa csökkentés viszont valamelyest hozott eredményt, de talán még mindig bajban vannak, hiszen én magam is beszélgettem itt a stúdióban olyan tenyésztőkkel, akik azt mondták, hogy lehet, hogy feladják, mert hogy az a három esztendő, mire tejelő lesz egy marha, egyszerűen nem éri meg. Most úgy tűnik, hogy változott ez a helyzet, hiszen nőtt euróban is a nyers tej felvásárlási ára, bár a nyers tej áfája csökkent eddig egyedül, de azt hiszem, hogy ez már jó út. Tehát ez segít megoldani a problémákat, gondolom én. Ha megengedni, egy kicsit távolabbról indítanám a válaszomat. Amit látni kell az az, hogy szépen lassan véget ér az az időszak, amikor mind az európai
politika döntéshozói, mind a magyarországi politikai döntéshozói azt az álláspontot képviselik, hogy a hazai és európai mezőgazdasági termelőket óvni kell, félteni kell a világpiaci versenytől, és ilyen magas védővámokkal, magas falak építésével egy ilyen inkubátorszerű környezetbe kell őket megtartani. Ez sajnos hosszú távon nem fenntartható. A világpiaci tendenciák egyre inkább begyűrűznek, egyre inkább érezzük ezeket az egész világra jellemző nagy trendeket. Ez sajnos elkerülhetetlen. Ezért fontos az, hogy azoknál, akik valóban hosszú távon abba gondolkodnak, hogy a mezőgazdaságból szeretnének megélni, valóban tejettel szeretnének termelni, szarvasmarhús szeretnék eletni, nekik segítsünk abban, hogy ők képesek legyenek a versenyképességüket fejleszteni, és ennek eredményeképpen egy olyan gazdaságokat létrehozni, amik akár ilyen kemény piaci körülmények között is életben képesek maradni. Ugye azt látni kell, hogy mind a magyar állam, mind az Európai Unió az elmúlt években többször is beavatkozott a tejágazatba különösen. Valóban nagyon, nagyon mélyre mentek az árak a tavalyi év folyamán a tejágazatban, soha nem látott mélységekbe süllyedtek le az árak. Hiába adott a magyar állam nagyon nagy összegű támogatást. Tehát ezt látni kell, hogy ezt, nem tudom, hogy erre büszkék legyünk-e vagy nem, de egyébként az Európai Unió 28 tagállamából Magyarországon a legmagasabb az egy tejelőtehénre jutó egyet támogatást. Tehát egyedre mi fizetjük ki a legtöbbet az Európai Unióba, de még ezzel együtt is a tavalyi rossz piaci évben még így is nagyon sokaknak veszteséget jelentett a tejtermelés. Igen, mert a támogatással együtt is nem ért el a 30 eurócentet. Így van, tehát az önköltsége magasabb volt. Igen. Hiába tettük mellé ezt a magas támogatást, még így is magasabb volt az önköltsége. És ezért fontos, hogy abba kell őket segíteni ezekkel a vidékfejlesztési támogatásokkal, hogy ezeket a termelési körülményeket úgy tudják megváltoztatni, úgy tudják javítani, hogy lejjebb tudják vinni a termelési költségeket. Mit jelent szakmai szemmel a korszerűsítés egy tehéntelepen? Hát ezek új technológiák használatát jelenti. Ma a mai világban a digitalizáció mindenhova beteszi a lábát. Egészen elképesztő dolgok vannak. Annélkül, hogy ilyen nagyon mélységekbe belemennék, de itt egyedileg lehet figyelni külön-külön a teheneket, hogy ők milyen teljesítményt adnak le, a mozgásuk hogyan párosul a tejtermelésükkel, a takarmánybevitelt. Ezeket konkrétan be lehet avatkozni, azonnal lehet látni, hogyha egy tehén egy adott napon nem fogyasztott el elég takarmányt, emiatt visszaesik a tejtermelés. Egyből bele lehet avatkozni, ezzel kapcsolatos adatbázisokat lehet fönntartani, és itt a genetikától elkezdve, addig, hogy milyen az istában milyen körülményeket teremtünk, nagyon sok helyen lehet javítani ezeket a dolgokat. Azt meg kell érteni, hogy a szarvasmarha egy olyan állat, hogy akkor dolgozik jól, akkor termel jól tejet, hogyha nyugalomban jól érzi magát. Csak érdekességképpen mondom, hogy az USA-ban én még 20 évvel ezelőtt, ahol dolgoztam, az egy tejtermelő környék volt, Wisconsin, és ott például azoknak a farmer fiúknak, akik dolgoztak bent konkrétan a tehenészeti telepen, plusz $1 fizettek óradíjba azért, hogy ne hangoskodjanak. Mert az már egy stressz a tehénnek, hogyha valaki üvöltözik, hangosan hallgat zenét, és azért, hogy nyugalom, a megfelelő termelési körülmények meglegyenek, ezért inkább a tulajdonos hajlandó volt egy kicsit plusz fizetni a tehenész fiúknak. Hát ettől még messze vagyunk nyilvánvaló, de én bizakodó vagyok minden esetre, hiszen a közelmúltban jártam jó néhány szarvasmarha telepen, ahol a körülmények most már európaiak, ahogy tetszik. Nos, pontosan ennek kapcsán ez a telep egyébként mezőfalva volt, uh-huh. A Zászlós Tiboréknál a húsmarha ágazatot is megszemléltük. Most ennek kapcsán kérdezem, hogy a marhahús még a köznapi fogyasztó számára idegen Magyarországon, valljuk meg sajnos, nem tudjuk, hogy miért, de ahhoz, hogy a marhahús is jobban fogjon, jó minőségkel, és nyilván egy ilyen támogatás segít abban is, hogy a magyar húsmarha tenyésztés elinduljon felfelé az őt megillető rangjára, ami egyébként Európára jellemző máshol. Két tendenciát kell itt látni. Az egyik az, hogy sajnos történelmi okokból kifolyólag Magyarországon a minőségi marhahús termelés a 2000-es éveket megelőző évtizedekben hát elég rossz állapotban volt. Amit mi marhahúsnak megettünk, azt Nyugat-Európában inkább az állateledelbe tették bele. Tehát nem igazából az elmúlt 10-15 évben kezdtek el Magyarországon igazán jó minőségi marhahúst elváltani. A marhahúsnál ez nagyon konkrétan érzékelhető a hús
ízbeli különbség. Tehát én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy próbáljon finom marhahúst tenni, mert egészen más élmény, mint egy selejt marhát megenni. Igen, aki Wisconsinban tanulta a szakmát részben, akkor nyilván tudja, hogy milyen az igazi amerikai steak. Így van. Egy jó amerikai steak az egy fantasztikus élmény. Ugye, és itt jön a probléma a másik oldala, hogy viszont drága. Tehát ahhoz képest, amit mi Magyarországon kifizetünk a húsért, akár csirkéről, akár disznóhúsról van szó, ahhoz képest azért a marhahús az jóval drágább. Igen. Én azt mondom, hogy itt két dolog van, amit lehet látni. Az egyik az, hogy a minőségi magyar marhahús termés az elmúlt 15 évben nagyon sokat fejlődött. Ma már sokkal jobb marhahúsokat állítunk elő, sokkal jobb marhákat, és ennek mentén ugye sokkal jobb minőségű marhahúst állítunk elő Magyarországon. Sajnos ma még ennek a nagy része exportba kimegy. Tehát nem feltétlenül itt fogyasztjuk el Magyarországon. Ez egy fontos célkitűzésünk, mi a kamarában is foglalkozunk ezzel, szeretnénk olyan népszerűsítő kampányokat folytatni a jövőben, ahol azt szeretnénk elérni, hogy a magyarországi marhahús fogyasztást egy kicsit javítsuk, egy kicsit megtanítsuk az embereket arra, hogy hogyan kell mondjuk elkészíteni, nem szabad túlsütni a marhahúsokat. Ugye Magyarországon kicsit hajlamosak vagyunk a húsokat túlsütni, és hogy ebbe egy picit próbáljuk az emberek hozzáállását javítani, és így reménykedünk abba, hogy idővel majd elindul Magyarországon is a marhahús fogyasztás növekedése. Voltak próbálkozások egyéb iránt a gasztronómia évében a tavaly, hogy, és azt hiszem, hogy jó eredmények születtek, de hát még messze nincs vége. Viszont milyen szakmai segítséget tudnak nyújtani a kamara? Együtt dolgoznak-e a kormánnyal, ez nyilvánvaló, a szaktárcával, illetve a terméktanácsokkal? Hát itt is több rétű ez a tevékenység. Tehát ugye az egyik, ami ugye a beszélgetésünknek is az alapja, azok a különböző támogatási formák. Itt szerencsére nyugodtan mondhatom, hogy abban a helyzetben vagyunk, hogy mind a beruházási támogatások tekintetében a miniszterelnökség, mind pedig a létszám állomány alapú támogatások esetében a Földművelésügyi Minisztériummal együtt tudunk dolgozni, ott, ahol érzékeljük, hogy probléma van. Mert sajnos ezt el kell ismerni, hogy van probléma. Nem minden ideális, anyatehén támogatás kapcsán, stb. Jöttek ki olyan problémák, ami miatt a termelők nem feltétlenül akkor kapták meg a támogatásokat, amikor számítottak rá, hogy meg fogják kapni. Ezeknél az eseteknél próbálunk beavatkozni, próbáljuk fölhívni a kormányzat figyelmét arra, hogy hol kéne esetleg változtatni a jogszabályokat, és szerencsére a partnerünk is, a kormányzatból több minisztérium is, több ilyen módosító javaslatunkat már befogadták, és ezzel próbáljuk elérni azt, hogy ezek a támogatások megérkezzenek a termelőknek. Ez az egyik része, amikor támogatásról beszélünk. A másik része pedig ez a fogyasztás ösztönzés. Mi itt a kamarában nagyon komoly célkitűzésnek tartjuk azt, hogy ha úgy gondoljuk, hogy a fogyasztás ösztönzésnek és a piacvédelemnek, a hazai piacvédelemnek a legjobb eszköze az, hogyha edukáljuk, képezzük a hazai fogyasztót. Tehát, hogyha megtanítjuk a fogyasztót arra, hogy ő megbecsülje a hazai terméket, megértse azt, hogy miért jobb hazai terméket fogyasztani, és ezzel kapcsolatosan komoly kampányok folytatunk, most is folyik a Itthonról Otthonra kampányunk, ami ugye arról szól, hogy hazai terméket fogyasszunk, és emellett most inkább idén még a zöldséggyümölcsökre fókuszáltunk, de a következőben pont a marhahús tekintetében szeretnénk előrelépni. Igen, ez a székelyföldi átvett szlogen, a helyit eszem, helyitől veszem, mert helyén az eszem, azt hiszem, hogy igen, ez egy elég jól eltalált szlogen, igen. Az ellenőrzés. Miként ellenőrzik a kiutalt, felhasznált pénz felhasználását? Hát ezeknek megvan a maga metodikája, tehát az fontos megérteni, hogy itt, mivel Európai Uniós támogatásokról beszélünk, az Európai Unió ilyen szempontból elég szigorúan viszonyul ez a dologhoz. Előír kötelező kvótákat, amik a beadott pályázatok nem tudom hány százalékát ellenőrizni kell, helyszíni ellenőrzés keretében ki kell menni. Én azt gondolom, hogy azoknak, akik valóban a pályázati tartalmat valósítják meg, tehát azt valósítják meg, amire pályáztak, azoknak ez nem fog semmilyen problémát okozni, legfeljebb egy kis adminisztratív nehézséget. Azért ebbe szeretnénk mindenkinek segíteni. Tehát a kamarának egy nagyon fontos funkciója az, hogy a falugazdászainkon és a szaktanácsadóinkon keresztül abban az adminisztratív munkában, abban a papírmunkában, amit el kell végezni a mezőgazdasági termelőnek, mindig ott legyünk, mindig próbáljunk neki segíteni. Mert sajnos ezt el kell ismerni, vagy el kell fogadni, hogy sokfajta támogatás van, jó támogatásokat fizetünk, akár EU-s, akár nemzeti támogatásról van szó, de ez egyre több papírmunkával jár együtt. Azt hiszem, hogy mint minden fogyasztó, én is kíváncsian várom, szívrepesve, hogy tetszik, hogy mit ér ez a támogatási rendszer. Én bizakodó vagyok természetesen.
Önnek köszönöm szépen, hogy megtisztelt. És kedves nézőink, folytatjuk természetesen helyi termékekkel, hiszen az imént is erről beszélgettünk Papp Gergellyel. Ugye az elmúlt időszakban egymást érték a Jancsárkerti biopiacon termelői mustrák és vásárok, és Székesfehérváron rendezték a harmadik nagy termelői mustrát, ahol megtisztelt bennünket Jakab István, az országgyűlés alelnöke is, aki a MAGOSZ országos elnöke. Nos, a megyekorzó sem maradt el az idén, a Fejér megyei termékkiállítást és a vásárt a Szent István térre rendezték meg. Méz, sajt, lekvár, hús és kézműves termékek, a hússtandon mindent megtalálhattak a vásárlók, amit a megyei termelők kínálnak. A Fehér termékprogram célja éppen az, hogy piacot teremtsen, közelebb hozza a helyben előállított élelmiszereket és kézműves termékeket a helyi vevőkhöz. Imre Polgárdiból érkezett, de magát csak utazó méhésznek nevezi, hiszen az ország szinte minden pontján dolgoznak a méhei. A közkedvelt akác és hásméz mellett különleges fajtákat is bemutatott Fehérváron. Ami említése méltó, a gesztenyeméz, ezen a környéken, itt a Fehérvár környékén eléggé különleges, mert itt a környéken ez a méz nem gyűjthető a földrajzi körülmények folytán. Ez Magyarország nyugati részén terem, onnan méz, ott mézeltetünk, onnan hozzuk ezt a mézet. Érrendszeri problémák esetén javasoltabb, még a hársról annyit, hogy a hárs bizonyos mértékig hat szívre, tehát ott annak van egy ilyen tulajdonsága. Folytatva, az erdei mézem az olyan, hogy az kimondottan erdőmező, a bakonyi erdőmezőnek a mezős területekről származik, tehát messze kultúrterületről. Tehát ha valaki olyan mézet szeretne, amelyik kevésbé a növényvédelemnek kitett terület, akkor ez a méz javasoltabb. Ez is egy vegyes méz. Tehát valójában nem tudom, milyen növényeknek a méze, mert ugye minden évben más a növény összetétel, más ami a virágoknak az aránya egymáshoz képest, ezért ez a méz minden éven másfajta méz. Ennek a fogyasztását elsősorban az érrendszeri problémákra ajánlják a szakemberek. Tavasszal egyébként morra, most ősszel Székesfehérvárra hívták az őstermelőket és kézműveseket, a Fejér megyei önkormányzat ugyanis 4 év alatt 8 megyekorzó rendezvényt szervez, hogy felhívja a figyelmet a megye értékeire és minőségi termékeire. Ez most az én szívemből jövő kedves portékám, egy olyan kollekció, aminek majdnem minden darabján a Móri borvidékre jellemző kvircedli minta van pecsételve. Ezt nem olyan régen alakítottam ki ezt a feelinget, és a körülbelül telik benne, már csak azért is, mert nagyon szeretik az emberek. Mennyire segíti a kereskedő munkáját és az ismertségét az, hogyha egy ilyen fesztiválon, egy ilyen vásáron megjelenhet? Hát reklámerővel hat, inkább így mondom, mert van, amikor olyan sok vásárlóra nem számíthatunk, de azt reméljük, hogy vannak olyan emberek, akikkel még nem találkoztunk, itt fedeznek föl, és majd, ha nem most, de később vásárlóink lehetnek. A Szent István téren szórakoztató és kreatív népi fajátékokkal, logikai játékokkal is várták a gyerekeket és a felnőtteket. Folytatjuk tovább, Soponyán jártunk a hétvégén, trófeaszemlét szervezett ugyanis a vadgazdaságnál a Vadex, bemutatva az idény legszebb agancsait, és itt mérték össze ügyességüket a legjobb vizslák, és az országos vizsla főversenyre a megyei és a régiós válogatók után 18 elb jutott be. Az idei évben a legjobb sárjéti gimbika mellett állunk. Ez 10,67 kg-os volt aranyérmes gimbika. 9000 hektáros a sárjéti vadászterület, ahol ezen a gímszarvason kívül még számos nagyvad terítékre került. A Vadex összesen 5 vadászterületen 28000 hektáron folytat vadgazdálkodást. Itt október 10-ig 51 darab gímszarvast ejtettek el, az agancsok 68%-a érmes lett. Ez a gimbika a 9000 hektáros sárréti vadászterületünknek az idei legnagyobb súlyú trófeája, 10,67 kg-os gimbika, aranyérmes gimbika,
Nagyon érdekes agancs, egyrészt a normálistól eltérően a középága, a jobboldali középága nagyon hosszú, és egy osztott villa van rajta. A bika hátsó oldalán, a jobb oldalán pedig egy kis taréi található, ami szintén nagyon érdekes. A Vadex Mezőföldi ZRT összesen 28 ezer hektáron vadgazdálkodik Fejér megyében, 5 vadászterületen. Ebből gímszarvas szempontjából ez a sárréti terület, ahol most vagyunk, a 9 ezer hektáros terület, valamint a mecsérpusztai 15 ezer hektáros vadászterület a két legjelentősebb. Október 10-ig összesen 51 darab gémbika esett a területen, ezeknek a gémbikáknak a 68%-a lett érmes. 10 darab aranyérmes, 16 ezüst és 9 darab bronzérmes gémbika esett a területen. A sárréti területen a Soponya és Sárszeltágot a térségében elmondható, hogy a megyének jelenleg a legjobb gémbika, gímszarvas állománya él. Itt 14 darab gímszarvas került terítékre október elejéig, és ebből 13 kapott érmes minősítést. Az idei szezon az eddigiekhez képest mennyire volt jó, rossz? Mi az, amire az agancsok alapján az idei év időjárásából egyéb körülményekben lehet következtetni? Úgy gondolom, hogy ez a szeptemberi szezon kimondottan jónak mondható. A szarvasbőg és a vadaskertjeinkben, Fehérvárcsúrban és Timáron már augusztus végén megkezdődött, és hasonlóan itt a sárréti területen, itt a megyében mindig korábban kezdődik a szarvasbőg is, mint a hegyvidéki területeken. Elmondható, hogy szeptember 10-e és 15-e, szeptember 25-e között volt egy hetes esős időjárás, ami nagyban nehezítette a szarvas vadászatot. Ekkor van szabad területen általában a legerősebb szarvasbőgés. A sárréti területen a gímagancsoknak a súlya nagyon jó volt, tehát súlyosak voltak az agancsok. Ezzel szemben az északi területeken elmondható, hogy a becsült súlyokhoz képest fél kiló, egy kiló hiányzott az agancsok tömegéből. De októberben a dámbarcogás keretében dámbikára vadáztatunk, muflonkosra, illetve kezdődik már a nagy terítékű vaddisznóhajtások, fácsán vadászatoknak az előkészítése. A szakemberek szerint a 20 év után megújult vadászati törvény több pozitív változást hoz majd. A vadászati területek 20 éves bérbevehetősége például fontos lépés a kiegyensúlyozott vadgazdálkodás felé. Jogszabállyal és törvényekkel azt gondolom, hogy talán ezen most már túl vagyunk ebben a ciklusban. 20 év után megújult a vadgazdálkodási törvény. A parlament nagy többséggel, több mint kétharmados többséggel fogadta el. Hatályba lépett, most már minden eleme hatályba lépett, nagyon sok változáson esett át a törvény. Kis túlzással mondhatnám, hogy a címe és a száma maradt a régi, ezen kívül a tartalma az nagyon nagy részben megújult. A legnagyobb újítások talán a tájegységi vadgazdálkodási szemlélet élükön a tájegységi fővadászokkal, illetőleg az üzemidő 10-ről 20 évre történő növelése volt. Ez azt jelenti a nem vadásznézők kedvéért, hogy egy nagyon rövid időszakot állapított meg a korábbi törvény, amíg egy vadásztársaság használhatott egy vadászterületet. Ennek sajnos az az eredménye lett, hogy mindenki igyekezett minél jobban kihasználni annak a területnek az adottságait, és akkor most fedje diszkrét homály, hogy ez milyen mértékig ment bele a pusztításba, ha szabad így mondanom. Az üzemidő meghosszabbítás az pont arra jó, hogy a megfelelő vadgazdálkodási színvonalat, minőséget legyen idő kidolgozni, ahogy mondani szoktuk, legyen idő korosítani a szarvasbikákat, az őszbakokat, mindennek megvan a maga ideje, és most a törvényt a természethez igazítottuk, úgyhogy most már valóban lehet jól gazdálkodni. Sikerült a természetvédelmi szakmával is egy jó megegyezést kialakítani, ennek eredményeként a vadászati, vadgazdálkodási törvényben azok a hatékony és észszerű természetvédelmi szabályok maradtak benne, amelyekről látjuk, hogy tényleg jók és érdemes és fontos is őket fönntartani. Úgyhogy egy nagyon teljes egészében megújuló ágazati jogszabályi háttérről beszélhetünk a vadászkamarával és a vadászati védegylettel egybe kötött, velük együtt megszövegezett új törvényről. A vadászoknak úgy érzem, hogy az idei szezon egyelőre jól sikerült. Ha jól figyelem, akkor nem ez lesz a almanakban a legértékesebb évünk, de minden esetre egy nagyon jó vadászati évben vagyunk túl, és itt Soponyán a Vadex Mezőföldi ZRT is nagyon szép eredményeket tud fölmutatni, akár a kerti, vadaskerti vadgazdálkodás, akár a szabad területi vadgazdálkodással kapcsolatosan. Azaz, tovább!
Malomközi Irek szépen vadkacsát keres a vízben, őt biztatja gazdája. A vadászok legfőbb társa egy jó vadászkutya, hazánk legígéretesebb 18 kontinentális vizslája is Soponyán versenk szombaton és vasárnap. A nádasban éppen magasparti rutinos kalóz teljesíti a légszimatos elhozást. A hétköznapokban a Móci névre hallgat és Békés megyéből érkezett gazdájával. Magasparti rutinos kalóz a neve, hívónál Móci. Békés megyéből, Gerendás községből érkeztem, és ez a légszimatos elhúzás volt ez a feladat, amit teljesítettünk most. Ha röviden el kellene mondani, mi volt a kutya feladata, és mennyire elégedett most vele? A feladat az volt, hogy jó széllel a kihelyezett kettő darab vadat elhozni, 50 méter távolságig mehettem, vagy 60 méterig a vattól, el kell engedni a kutyát, és őnek is saját magának kell a széllel, jó széllel megtalálni és elhozni. Hát nem vagyok teljesen megelégedve, mert az átadásnál volt egy kis probléma. Tehát az első vadat azt nem szabályszerűen adta át, hanem lejtette. De amúgy megyünk tovább, hát a következő feladat jobban fog sikerülni. A vizsla főversenyt tavaly élesztették fel a szervezők, amivel a hagyományos vizslás vadászat kultúráját szeretnék népszerűsíteni. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!